Van csoki nálunk, üdítők, energiaita, mentőmellény. Úgyhogy hozzánk lehet jönni, mert csak az a kérdés, hogy ki, mi kihez menjünk, hogyha mi kerülünk bajba, ha nem bírjuk. Kérdés, igen. Novák Ferenc és Kucsera Gábor a legalább 30 éves sportmúltnak köszönhetően már lazán, humorral és baráti ugratással vágott bele a 10 kilométeres nyílt vízi kihívás a tiszai challenge teljesítésének, felkészülve arra, hogy együttműködjenek a mentőcsapatokkal és segítséget nyújtsanak az esetleg elfáradt úszóknak is. Elhoztam a barátomat, Kucsera Gábort, aki vállalja az egészet, és így úgy döntöttünk, a kiskucsi meg nagykucsi, kiskucsi együtt lenyomjuk ezt a 10 km-t, de kenuba, nem úszva. És akkor támogatjátok egymást, hogyha jól értem. Ez úgy történik, hogy én beülök előre, vagy befekszem, és akkor a kucsi megmutatja, hogy milyen jó sportoló. A szombat délelőtti evezés élményre még az élsportolóknak is figyelni kellett. Nem egyszerű feladat, főleg az, hogy kerúban nem nagyon szoktam 10 kilométert evezni, de hát egy olimpiai bajnokkal azt gondolom, hogy ez nem lesz nehéz. Úgyhogy ez tényleg az ilyen kis baráti, egyébként ilyen kis kiruccanás, meg a Beni végre először beül velem egy kerúba, meg a Ferivel, aztán megpróbáljuk élvezni ezt a mai napot. Kovács Rita nem csak a bemelegítésben segítette az úszókat, hasznos tapasztalatait megosztotta azokkal, akik hozzáfordultak tanácsért. Itt ugye végig bólyák vannak a bal parton, és a bója és a part között ússzanak végig, ha lehet. Nyilván most a hajóforgalom az le van állítva, de akkor is ott nyilván biztonságosabb. Meg arra, hogyha rosszul vannak, akkor rengeteg kanyus és kajakos lesz, bátran álljanak meg, és fogják meg a csónakot, és pihenjenek meg egy kicsit. Szombaton enyhébb volt a folyó sodrása, és a víz kellemesen hűs volt. 3-4 órára kellett beosztani az energiákat. A nyílt vízi úszáson rutinos úszók vettek részt. Két alkalommal átúsztam a Balatont, illetve a Tiszán nőttem fel, tehát gyakorlatilag azért elég sokat úsztam a Tiszában. Mostanában főleg úszodában úsztam. A második tiszai challenge nem csak élményúszás volt, a célállomáson a Balsai Látogatóközpont területén egész nap tartalmas programokkal készültek, este pedig a Boniem lépett fel. A szervezők úgy tervezik, jövőre sem maradhat el a közösségi sportrendezvény.